A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor támogatója a Shure by Eurythmics. Köszöntjük a hangfoglalás nézőit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Ruzsa Magdit és Madarász Gábort, azaz Madit, sziasztok! Hello! És ahogy Magdit sétált a standunk felé, azon gondolkodtam, hogy most Ruzsa Magdi vagy Magdaléna Ruzsa közeledik, mert hogy
nyilván nehezen különválasztható, vagy nem abszolút különválasztható ez a dolog, de hogy rád néztem, mindjárt ez a kérdés merült fel. Hát abszolút különválasztható a dolog szerintem, ugyanis a Magdaléna egy kirándulás, és az egy teljesen más hangzásvilág, mint amit én egyébként csinálok. Én szeretem az ilyen különlegességeket, úgyhogy hát én mindig inkább a rockot képviselem, csak van egy ilyen jellegű kirándulásom is. Ez nagyon tetszik egyébként, hogyha felmegyünk a honlapodra, ugye különben választva van a Ruzsa Magdi, egy olyan kép, ami egy visszafogottabb, egy ilyen jó lányosabb fotóval, és hát van a Magdaléna Ruzsa a vagány. Szerintem minden elmondható rólam, de a jó lányos az nem. Nem, az volt a közönség csalogató fotó, hogy ne rémüljönek meg annyira, aztán viszont, hogyha végignézik a koncert fotókat, akkor rájönnek arra, igen, hogy van ez csak borzasom. Csalogató. Nem hiszem, hogy jellemző lenne rá. Ne, hát szerintem... De hogy ez a kérdés az lett volna, hogy ez a nőcisebb irány, amit mondjuk a Magdaléna, ez a vadócabb nő, ez... Hát nézd rám, én ilyen vagyok. És szerintem megválaszoltam a kérdést. De hogyha már a Magdaléna Ruzsáról beszélünk, akkor azért ennek van aktualitása, mert hogy újra fog indulni ez a dolog, szóval egy picit akkor azért erről a vonalról beszéljünk. Hát ennek nagyon örülök, hogy nagyon nagy sikere volt. Tehát a Magdaléna Rúzsa az ugye arról szól, hogy sanzonok között mesélek nagyon-nagyon őszintén a velem eddig történtekről, és olyan nagy sikerrel ment a darab a Pesti Színházban, hogy ebben az új évadban újra indul, úgyhogy már én is nagyon várom, novembertől újra látható lesz, úgyhogy aki nem látta, az csapjon le a jegyekre. Havi hány alkalommal? Hát most majd még kiderül, de igazából havi 1-2 előadás van betervezve, és hát mellette meg ugye nagyon nagy tempóban nyomjuk a rockkoncerteket, illetve ami most a legfontosabb az életünkben, az, hogy november elején születik meg az új lemez, amit a Madival csinálunk, illetve ezt most egy kicsit így szépíteném a dolgot, nem szépíteném, hanem helyesbíteném, a Madi csinálja, én pedig részt veszek benne. No, akkor adjuk is Madinak át a szót, mit lehet erről az új lemezről tudni? Ő az énekesnő, ez az ő lemeze, és csináljuk egy ideje, és igyekszünk jó dolgokat írni. Komoly közös munka folyik, dolgozunk, mint a malacok, én is dolgozom, mint a kismalac, nagyon szorgalmas vagyok, és most és már... És szekálom minden. Persze, állod. Kivogatom, hogy küldje a dalokat, akkor írok egy szöveget, amire ő azt mondja, hogy ez nagyon rossz. Nem mondtam így. Belenyúlunk. Én mindig körülírtam. Volt olyan, amit kikukáztunk azonnal. Sőt, hát igen, voltak izgalmak azért, de... Igen. De most meg már a vége felé tartunk. Bizony. Tehát ez már letisztulás időszak. Most már a végén vagyunk, persze. Tehát most már így nagyon keverés zajlik, meg ilyenek. Tehát most a vége felé tartunk. Elég hosszadalmas volt, meg nem akartunk olyat csinálni, ami amúgy nem tetszik. Mert lehet jót csinálni, ami nem tetszik. Tehát, tudod, ez így, igen, ez valóban így van. Tehát lehet igen. Úgy jót csinálni, hogy nem tetszik, meg lehet úgy rosszat csinálni, hogy tetszik. És szerintem... Így teszünk egy olyat csinálni, ami jó is. És most már úgy azt mondjátok, persze az ember sosem mondja azt, hogy oké, ez a tökéletes, de nincs most... Vége. Nincs vége. De igyekszünk egy olyan ponton megállni, ahol érdemes. Tehát, ahol még úgy jó, hogy megállni, soha nincs vége. Szerintem még simán benne van még egy fél év. De hát... Mióta dolgoztok rajta egyébként? Jó kérdés. Szakaszosan dolgoztunk, régóta szakaszosan, mert nyáron megjátszottunk folyamatosan. De régóta dolgozunk rá, egy nagyon kellemes, nagyon jó kis lemez lesz. Nekem nagyon tetszik. Hangzásvilágát tekintve másabb lesz, mint a korábbiak? Nem válaszolom. De nem tudom, hát mit tudom én, hát ezt majd valaki, az majd aki meghallgatja, elmondja. Nekem nagyon más. De nagyon más. Igen, nagyon más, mint ami eddig volt, de ugyanakkor mégis... Én inkább azt mondanám rá, mert az most túlzás lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ez egy igazi vérbeli rocklemez. Nem kifejezetten. De azt sem tudjuk rá mondani, hogy nem, de közben benne van csomó olyan dolog, ami már ugye időközben rám ragadt, és hisztisztem a Madinak, hogy már pedig én ezt itt szeretném beletenni, és aztán nagyon jó, hogy beletettük. Hát más, nem, én nem tudom megfogalmazni, hogy ez milyen lemez, csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jó, mert nagyon szeretem. De azért... Egységes, tehát... Igen, hát azon dolgoztunk, tehát igazából az első, mindig leül az ember, amikor leül egy lemezzel, hogy mit ír meg, tehát megírja, hogyha valakinek ír az ember egy nótát, akkor általában neki írja, vagy pedig róla.
És itt azért... Itt... Egyeztettetek előtte egyébként, hogy mi az, ami, amit Magdi szeretne? Persze. Persze, a dolog igazából arról szólt, hogy ő milyen, és akkor erre kell olyan dolgokat írni zeneileg, én nem vagyok szövegíró, és nem szeretném, ha bárki is gondolna ezt, mert azért, tehát, hogy zeneileg róla mit lehet írni. És szerintem ez így most is sikerül. Klip lesz? Hát... Erről beszélgetni hát, még nem hiszem. Fülderuhában fogunk benne szerepelni, tehát az már biztos. Micsoda, hogy... Főleg a Madi. Fülderuhában fogunk benne szerepelni, szerintem egy gumikacsákkal így. Tehát, hogy... ne, hát klipről még szó nincs, tehát biztos, hogy lesz, de hát még annyira most a lemez, a megjelenés a legfontosabb, hogy hát klip még eszünkbe se jutott, tehát nem, arról még nem beszéltünk. Nem. Különbe se jut az eszünkbe egyáltalán, buták vagyunk, mint a tök. Madi, egyébként ugye említetted, hogy nagyon húzós időszakok voltak, meg hogy szakaszosan dolgoztatok ezen a lemezen, mert hogy azért neked is elég sok egyéb elfoglaltságod van, sok fele jössz, mész, most ezek az egyéb elfoglaltságok akkor kicsit háttérbe kerültek, a többi más zenekarok? Igen, szól ez most? Visszajött, bocs. Igen. Visszajött, teljes mértékben igen. Most ilyenkor hátra kell tenni a többit, és akkor ennyi. A feleségem ennek most nagyon örül. Tehát, hogy most ilyen családi béke honol, tehát kizárólag ezzel foglalkozom, úgyhogy most ez van. Az egyébként kettőtök között sosem volt konfliktus, hogy összetudjátok egyeztetni a közös munkát? Tehát, hogy ez azért mindig sikerült. A felesége meg közte, vagy köztem? Most arról is beszélhetünk majd, de most köztetek, igen. Nem. Szerintem mi nagyon jól kijövünk, és mivel általában együtt szoktunk föllépni koncerteken, így elég jól ki tudjuk számolni azt, hogy mikor nem zenélünk. De komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy ha valamit két ember akar, akkor azt nagyon szépen össze tudja egyeztetni. Egyébként a Madinál dolgozunk én rendszeresen a stúdióban, és hát mindig igyekszünk úgy összehozni, általában mindkettőnknek inkább a késő délután szokott megfelelni, úgyhogy amikor idő van, akkor én nyáron is, tehát a koncertek között azért igyekeztem kimenni. De hát az tény, hogy nyilván könnyebb lett volna úgy dolgozni, hogy megvan egy meghatározott idő, intervallum, és azon belül, akkor semmi más nem csinálunk, csak ezt. De ezt a mai világban elég nehéz így kivitelezni, úgyhogy... Amikor sikerült, akkor mentem énekelni, a Madi akkor írta a nótákat, amikor éppen rátört. Úgyhogy így. Hogyha lehet, akkor egy picit játszunk, hogyha azt mondom neked, hogy Ruzsa Magdi, akár az első alkalomra visszagondolsz, akár a mostanira, akkor emberileg és szakmailag mik azok a dolgok, amik elsőként eszedbe jutnak? Elsőre? Ne gondolkodj, mondd. Énekel, mint az állat. Nekem ez jutott az eszembe, elnézést kérek, ne haragudj. Nekem ez jutott az eszembe, ez tényleg. Tehát, amikor én először láttam őt, én ott a tévében láttam először, aztán utána meg valami irodahelyiségben. De ő nem ott dolgozott nyilvánvaló módon, hanem... És nagyon más volt az titkárnő. Ott volt éppen titkárnő, én pedig mint takarítóként dolgoztam még megboldogult ifjúkoromban. De tényleg, nekem az énekel, mint az állat, nekem az jut az eszembe róla. És emberileg? Az énekel, mint az állat. Az tehát ez minden. Próbálsz, nem tudsz velünk normálisan beszélgetni. Nem baj az. Dehogy nem. És akkor most viszont a kérdés neked Madiról. Volt időd gondolkodni. Esküszöm neked, hogy nem fordult meg a fejembe, hogy visszafelé is fölteszed ezt a kérdést. Én arra emlékszem, amikor már a stúdióban találkoztam újra a Madival, tehát igen, amikor titkárnő voltam az irodában, arra is emlékszem, de utána, amikor egy stúdióban találkoztam vele, akkor arra emlékszem, hogy az fordult meg a fejemben, hogy de jó lenne ezzel az emberrel együtt dolgozni. És akkor ő mondott nekem valamit, amit most nem mondhatok itt el. Miért? De nem tehetem meg, de én azt a mondatot soha nem felejtem el. Nem fog engedni. De a lényeg, hogy hát így legyen ötösöm a lottón, ahogy akkor így végigfutott a fejemen, hogy de jó lenne ezzel az emberrel együtt dolgozni. Mert hogy mi azóta együtt dolgozunk. Ja, és még valamit szeretnék elmondani, ami nagyon fontos, és ez gyorsan a reklám erejébe így besüppesztem. Csak nyugodtan. Hogy azon gondolkodtunk rengeteget, hogy akkor az új lemeznek mi legyen a címe, és akkor azt elmondhatom a címet, Madi, mert ez most fontos persze. Lenne igazán. Szóval, az új lemeznek az lesz a címe, hogy 11, és pont azon gondolkodtam, hogy ugye most már lassan 7 éve, sőt már lassan több, mint 7 éve, 11 ember az, akivel én folyamatosan együtt dolgozom, és egy buszban ülök, és minden az életemben, ami fontos, az a 11 körül forog. Tudnál még más példát is mondani? A 11-el kapcsolatban? 11 lábúja van.
Nem hallotta senki. Akkor ma is még. Egy-két titok. 11-es a szerencseszámom. 11 eddig hónapban születtem. És még sorolhatnám. Ó, szóval akkor tényleg, nem sokára szülinapod lesz. És a lényeg, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy... Sőt, szerintem én ezt nyugodtan mondhatom, hogy a 11 legfontosabb dolog között ott a Madi. Mert olyan gyönyörű, főleg ezen a lemezen, én olyan, most ez itt a polírozás része, de most ne figyelj ide. Tehát olyan csodálatos dalokat kaptam tőle, ami, és olyan szép dolgokat tudtunk együtt is összehozni, ami nekem tényleg ajándék. És ez nagyon jó. És ezt most nem azért mondom, mert ez így jól hangzik, hanem tényleg így érzem, és szerintem ez lesz az a lemezem, ami végre már az. Tehát hiába kell egy idő, még az ember megtalálja magát, illetve én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó páros tudtunk alkotni a Madival, illetve ezen a lemezen nagyon intenzíven dolgozik velünk a Kovalszki is, ugye mondhatom nyugodtan. Van egy nagyon jó nótánk a Pici bácsitól, ami szintén azt gondolom, hogy a lemeznek az egyik ékszere, és dolgozunk együtt még a Gesztivel, Novák Péterrel, úgyhogy ez egy nagyon jó csapat. De főleg ki kell hangsúlyoznom a Madarász Rúzsa Kovalszki hármast. Háromszög. Hát kívánom, hogy ez a 11 dolog, ez maradjon meg, főleg Madi minél tovább a közös munkában. Köszönöm szépen nektek. Köszönjük a lehetőséget. Sziasztok. Köszönöm. Műsor támogatója a Shure by Eurythmics.